A Mentál Odú mentálhigiénés központ megálmodója és vezetője vagy evangélikus lelkészként. Miért tartottad fontosnak ennek a központnak a létrejöttét? Végeztem a Semmelweis Egyetemen a mentálhigiénés szakon. Volt egy olyan óra, hogy projektszeminárium, és valamit meg lehetett álmodni. És hogy én már régóta gondolkodom, mivel nem csak evangélikus lelkész vagyok, hanem pszichodráma vezetői végzettséggel is rendelkezem, hogy nagyon-nagyon összefügg számomra a lelkészség és a lelki egészség, és hogy amit én lelkészként csinálok, hogy az embereknek hintem az Isten igéjét, és megpróbálom őket ahhoz az erőforráshoz terelni, amiből én is élek naponta, de szerves része az életemnek az is, amit esetleg mondjuk a pszichológián keresztül én magamévá tettem az elmúlt 15-20 évben. Ebben a mentálhigiénés szemléletben találtam meg azt a harmóniát, ami abszolút alkalmas arra, hogy a lelkészséget és a mentális egészségért való küzdést így megvalósítsam az emberek életébe. Miben más egy lelkészi beszélgetés, és miben más egy mentálhigiénés óra? A mentálhigiénés beszélgetésben alapvetően nem az Istenhez tereljük az embereket, vagy nem az Isten az erőforrás. Ahhoz, hogy valaki kapcsolódni tudjon az akár az Istenhez, akár az embertársaihoz, szüleihez, testvéreihez, munkatársaihoz egészséges módon, nagyon fontos az a mentális egészség. És hogy ez egy alapja lehet annak, hogy aztán később, hogyha már egy ilyen evangélikus térben vagyunk, esetleg az Istenhez is, vagy a gyülekezethez is kapcsolódjon. Mentálhigiénét sokan ismerik, többen nem ismerik. Hogy foglalnád össze röviden, hogy mit jelent ez? A mentálhigiéné tulajdonképpen egy attitűd, egy olyan empatikus odafordulása a másik emberhez, ami azt a célt szolgálja, hogy valóban ő megtalálja a belső erőforrásait, amiből aztán ő gyógyulhat akár a gyermekkori sebzettségeiből, vagy akár a mindennapi elakadásaiból, és hogyha ebben ő tud gyógyulni, vagy tud fejlődni, olyan életet ad számára, ami egy boldog élet. Mind lelkészként, mind mentálhigiénés szakemberként, pszichodráma vezetőként talán a legfontosabb, hogy valamilyen bizalmat is megfogalmazzon az ember, hiszen anélkül ezek a beszélgetések, ezek az alkalmak könnyen kiüresednek. Miként látod ennek a kapcsolatát e három területen? Mind a három területben alapvetően az adja a bizalmat, hogy ki az, aki ezt a kapcsolódást létrehozza. Ugyanúgy fordulok az emberekhez lelkészként is, pszichodráma vezetőként és mentálhigiénés szakemberként is. Nyilván alapvetően meghatározza egy segítő kapcsolatban azt, hogy milyen a segítőnek a személyisége. Gyülekezeti munkámban is napról napra látom ennek a gyümölcseit, és mentálhigiénés szakemberként is azt látom, hogy szívesen fordulnak hozzám az emberek, támogatásért, segítségért, kísérésért. A központnak a helyszíne az a Perszentimrei Luther kápolna. Mennyire nyitottak az emberek, hogy egy ilyen helyen vegyenek részt ilyenfajta foglalkozásokon? Nyilván először talán olyanok jelentkeznek, akik már ismernek minket, akár ilyen ökumenikus körökből is, akár katolikus testvérek, református, baptista testvérek, akikkel már évek óta vannak kapcsolódásaink, de aztán egyre inkább olyanok is érkeznek, akik teljesen új tagok, de azt mondhatom, hogy őket is leginkább azok vonzák be, akik már azért megtapasztaltak valamit az évek alatt ennek a közösségnek a nyitottságából, a szeretetéből és abból a befogadásából, amit itt meg lehet élni ebben a közösségben. Milyen programok várhatók a közeljövőben? Ugye most a koronavírus nem kedvez a nyitásnak, mégis azért készültek programokkal, sőt, többek között, ha jól tudom, akkor a koronavírusra magára is reagáltok, hogy miként lehet azzal foglalkozni egyéni szinten. Nagyon készültünk a központnak a megnyitójára, az április 25-én lett volna, de ugye a koronavírus ez sajnos lehetetlenné tette, de ennek az új időpontja november 14-e, Kondor Péter püspök úr is támogatja, nyilván ő is csúnya szóval mondva engedélyezte ennek a központnak a létrejöttét, tehát ő is itt lesz, és ő fogja megnyitni ezt a központot. A központnak három fókusza lesz, az egyik a egyéni segítő kísérés, amikor négy szem közt kísérünk válságban lévő embereket, aztán lesznek a workshopok, amikor olyan 10-15 fős
csoportok lesznek, és itt két csoportot is szeretnénk indítani az ősz folyamán, nyilván reagálva a koronavírusnak a rugalmatlanságára, amikor több alkalmat kell kitűzni, hogyha esetleg az egyik elmarad, akkor legyen egy pótalkalom. Nagyon sokrétű embereket gyűjtöttél magad köré. Mi alapján válogattál? Hogy jött össze az a csapat, amelyik most ezt a központot működtetni fogja? 2018-2020-ban végzett mentálszakos hallgatókból áll össze a csapat, az a 10 ember, aki a központban dolgozik. Próbáltam felmérni az évfolyamon belül, hogy kik azok az emberek, akik lelkesek, talpra esettek és szívesen bekapcsolódnának egy ilyen munkába, és szakmailag is egy olyan minőséget tudnak majd adni az idebetérőknek, ami tényleg hitelesíti és igényessé teszi ezt a mentálhigiéniai központot. Úgyhogy tulajdonképpen egy ilyen szakmai válogatás útján kerültek be. Mit jelent a 21. században szerinted a lelki egészség? Megtalálni a kiegyensúlyozottságot meg a harmóniát az ember életében. Köszönöm szépen. Köszönöm.